A magyar élelmiszeripar szereplői bíznak a jövőben, fejlesztenek, kapacitást bővítenek, és ezzel hozzájárulnak a gazdaság újraindításához. A kormány éppen ezért minden hasonló vállalkozást támogatni szeretne. Ezt mondta a pénzügyminiszter azonnal rendezvényen, amelyen a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program 1,5 milliárdos támogatásával több mint 2,6 milliárd forint értékű beruházásról írtak alá megállapodást a pénzügyminisztériumban. Az operatív program 2014 és 2020 között a fejlesztés politikai időszak legnagyobb arányú támogatását biztosította. Ez összhangban van azzal, amit 2010-ben a kormány mondott. A hazai és az uniós források döntő többségét gazdaságfejlesztésre kívánjuk fordítani. Így tettünk, ez a GINOP-nak rövidített program a legnagyobb súlyú operatív program volt az elmúlt években. Méretét tekintve azt kell mondanom, hogy a legnagyobb az Európai Unióban is. Tehát nem volt még egy ilyen támogatási program, ami ilyen nagyságrendben támogatott volna. Összesen 3000 milliárd forinttal segíti a hazai kis- és középvállalkozásokat, ezek fejlődését. A magyar gazdaság egyik legfontosabb tartóoszlopát, ugyanis a kis- és közepes vállalkozások jelentik. Jól működő KKV szektor nélkül nincs erős gazdaság, ezért a fejlesztéseket ebben a szegmensben is folytatni kell. A pénzügyminiszter szerint minden olyan fejlesztés és bővítés, amely a munkahelyek megtartását, illetve az export növelését célozza, azt segíti, hogy a magyar gazdaság visszatérjen arra a dinamikus pályára, amely a járvány előtti időszakot jellemezte. A járvány kitörését követő gazdasági kihívásokra a magyar gazdaságpolitikának gyorsan és hatékonyan kellett reagálnia. Tettük ezt egy támogató fiskális politikával, amelyik ösztönözte, segítette, támogatta azokat a vállalkozásokat, amelyek, akik ilyen típusú fejlesztésbe kezdtek. Törekedtünk a munkahelyek megőrzésére, a családok, a vállalkozások támogatásán, valamint a beruházások ösztönzésén keresztül. Tavaly több mint 4000 milliárd forintot fordítottunk a beruházások támogatására, idén 6172 milliárd forintot. A jövő évi költségvetésben, hiszen már ezt is beadtuk a parlament számára, 7308 milliárd forintot szánunk a gazdaság újraindítására. Varga Mihály elmondta, hogy a támogatásokra koncentráló magyar pénzpolitika következménye is, hogy az unió tagállamaihoz képest a magyar gazdaság újraindítása lépéselőnyben van. Azzal számolunk, hogy a magyar gazdaság az idei évben 4,3%-kal, jövőre pedig 5,2%-kal fog bővülni. Ez azt jelenti, hogy visszaállhatunk arra a növekedési pályára, ahol a járvány kitörése előtt voltunk. Az élelmiszeripari cégek és a pénzügyminisztérium által létrejött megállapodás értelmében a Félegyházi Tej Kft. 1,5 milliárdos támogatást kap 830 milliós korszerűsítéséhez. A márka üdítő gyártó Kft. Majd 1 milliárdos fejlesztést valósít meg fele részben kormánytámogatással, míg az édesiparban érdekelt U és U Kft. 830 milliós bővítést hajt végre 500 millió forintos támogatással.